not really. I mean, if you can't... Üdvözlöm minden kedves nézőt! Itt vagyunk a mai nap második BR-os mérkőzésén, ami az Orion és a Splice között fog majd megtörténni, ahol ugye egy rokettes úriemberrel egészült ki az elemző, azt a Deficio és Jox mellett. Én megmondtam előre már a nap elején, hogy ennek majdnem biztos 2-0-át kínálok a Splice oldalára. Timeout. Az a kérdés, nem az Orient fikáztam, azért timeout jár, gyémánt róka mondta, hanem ugye az erő fődényeket alapul véve ez egy majdnem biztos 2-0. Hát vagy legalábbis... Kérdés, mennyi idő alatt lesz 2-0? Vagy legalábbis nagyobb esélye van a Splice-nak ezt a BU3-os meccset elhozni. Hát mondjuk Tresi azért eléggé merész volt tegnap ezzel a Twitter kiírással, vagy tegnap előtt, nem tudom már mikor írta ki azt a Twitter kiírását, hogy easy, H2K 2-0. És akkor így az első meccs utáni szünetben volt azt, ami kiírva. Hát Unicorns of Love meg hazudtolt a kedves Tresi uraságot, aki majd most fog játszani. Nagyon-nagyon nagy a baj a Zorihan házatájékán. Esélyes, aki esik a Celsiusban amúgy. Ha ezt a mérkőzést is elvesztik, sőt, igazából már majdhogy nem teljesen mindegy, így is úgy is fognak relegációs mérkőzéseket, azaz a promotionalben részt venni. Ugyanis ez a nulla darab széria elhozatal, az hát ha azt mondom, hogy nem túl szép, akkor nagyon finoman fejeztem ki magam. Én azt mondanám, hogy látok esélyt az Orihenbe, hogy hozzon egy mérkőzést, de ahhoz nagyon-nagyon-nagyon jól meg kell indulni, és valami iszonyat hiba kell a Splice-tól ahhoz, hogy és ha már a relegációs meccseket veszik alapul, egy feltörekvő csapat, egy már megfáradt csapattal szemben sokkal erősebb lesz szerintem. Az a baj, én féltem az Orient, hogy ki fog esni. Na most matematika. Ki fog esni. Matematikailag van még esély az Orientnek. Ki fog esni. A negyedik helyre bekerülni a saját csapatába, amihez azt kell, hogy a Vitality egy meccset se nyerjen. Ugye ők már játszottak egymás ellen. Tehát, hogy a Vitality minden mérkőzését kikapjon. Az Orient pedig megverje a Splice, a Unicorns of Love-ot, illetve az H2K-t is egymás után. Ez az egyetlen egy olyan lehetőség, hogy valahogy elkerüljék a promóciós tornát, de hát erre vajmi kevés az esély sajnos. Igen, elég kevés, miközben ugye a torkunk ápolása miatt van negró a szánkba, ezért mindenképp elnézést szeretnénk kérni, de próbáljuk minél kevésbé feltűnően szopogatni a cukorkát. Splice felállás érkezik. Pontosan felső ösvényen Wunder, Trashy a dzsungelbe, Senkax, középső ösvény és Kobe, Mikix, Mikix párosa pedig az alsó ösvényen. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó összeállítást tartott meg Yamato Cannon, míg most megnézhetjük, hogy kik játszanak az Orihennél. Sartorius, Synchroff, Nahan, Tabs, X-Peke, ötöse játszik. Ja, Synchroffnak az új ereje, a újdonság ereje, az már lecsaphatott volna, de még azért annyira nem sikerült neki bemutatkoznia úgy, hogy igazán illik számára, de azért valahol mélyen, a szívem mélyén szeretném az Orient, azt az Orient képviselni, aki döntőt játszott például tavaly nyáron. Igen, csak pont a Vitality ellen kaptak ki pont 2 nappal ezelőtt, tehát nekik is ez a második mérkőzésük ezen a héten, mint a Rocketnél. És a Rocket így felfele ível a pályája, vagy legalábbis a szezon vége fele, míg az Orihennél stagnál a nulla. Tehát, hogy egyszerűen belőtték a nullát, és a stagnál. Mindegy, hogy jött X-Peke, abszolút nagy baj, hogy neki be kellett állnia, és nem csak úgy tudja segíteni a csapatát, hogy hátulról tanácsokkal edzi őket, nem tudom, hanem be kellett állnia, mert nem volt támogató játékos az Orihennek. Wisdom, köszönjük szépen, de ennyi volt, mármint az európai szereplése. Helyette most érkezett Synchroff, aki szintén még nem biztos, hogy bennmarad az Orihenben, ugyanis a spanyol ligával kell most tárgyalni a Riot Gamesnek, hogy lehetősége legyen maradni az LCS-ben. És a kérdés egyetlen, hogy marad-e az LCS-ben az Orihen, ezt majd a Promotional Tournament-en megtudjuk.
Jöjjenek a tiltások, illetve a választások. Ajjaj. Lödekon nem a kacsás nyakkendő van. Ezt nem is értem. Ilyet én még nem tapasztaltam. Lehet mosázsam van. Tisztítóban maximum, azért egy nyakkendőt kimosni, azért az én eléggé... Én beraknám mosásba. Eléggé vadállat kell, hogy lehet jönni. Én beraknám. Tiltások meg is voltak. Kemél, Manzár, illetve Elis piros oldalról az Orihan részéről. Tomkencs, Zaira, illetve Graves kék oldalon a Splice részéről. Mikey pedig elhozott egy jó kis thrash-t magának. Elhozatott konkrétan egy thrash-t. Synchro Frengar! Nem sokat gondolkozzak rajta, hogy átment a rostám. Akkor miért is nem? A Malzár kivágásnak örülök, de a thrash-t meg aztán főre. Aki Colossussal igazán jól fog tudni működni majd támogató játékosként. A Splice csapata az, aki idén ugye ugyanazzal az ötössel jött visszajátszani, mint ahogy tavaly végzette. Vagy pedig fejezte be az évet. Freshy! Kazix! Jankos után ő is újra visszahozza az európaiak játékába a Kazixot. Míg Fizzen gondolkozik Zenkax. Haj, de szeretem Zenkaxot! Jöhet az a Fizz! Így van! Érkezik hát, és néhánynak föl van adva a lecke. Hozhat Oriannát! Oké. Hozhat Árit, tuti halál. TF, tuti halál. Jace, tuti halál. Cassio, tuti halál. Nem is választ, inkább még gondolkozik, hogy miért, hogy tuti halál legyen Fizzel szemben, de Jint választhat Tabs. Inkább Lulu mellett voksol. Védd meg a lövész kompozíció, kezd el épülgetni. Jaj. Hát figyelj. Tintesekkel most bele lehet még kicsikét rondítani a lövészek közé is. Támogató játékosok közé már nem érdemes, mert ők kívánnak válaszva. Még valamennyire Fizzel szemben lehet tiltani a legjobb counterét, ugye mondjuk kivágni. És a felső sem még azért valahol büntethető az Orián részéről. Vladimir kivágják. Megkérdőjelezem a döntésünk is középső, és Vladimir már Zenkax Fizze miatt nem érkezhetett volna, bár felső sem még talán. De a kettős AP-ra már annyira nem áll rá egyik csapat sem. Bemeri ezt választani. Lehet, hogy egy felesleges tiltás ment ki, de megtörtént. Szindrát is kivágják, azt pedig a Splice részéről. Fizz ellen, ugye? És akkor most még picit be lehet nyúlni mondjuk egy felső esélyes karakter választásba. Oriannát is kivágják. Akkor ez felső esélyen Fizz lesz? Wow. Csak egy ilyen adésom? Ha már ennyire tilt az Orihan középre? Wow. Vagy még Fizz jungler is lehet. És akkor mit, Kazix vagy? Kazix top. Kazix top. Majd nem. Ahhoz a kis... égetéses Kazix. Ne, ezt ne rakjuk egymás mellé, akár meg az LCS-t. Én most csak megemlítettem a Kazix midet. Nagyon szeretem akár. Amúgy tennap... Ádám az nem normális. Tehát tennap este 11-kor fölír. Szevasztok, nem vagyok Pesten. Jöttek valamelyre? Miért nem volt engem? Mondta neki, hogy nem vagy a helyen. Aha. És nem az a baj, hanem... a világ végéről följön három évente egyszer, és aznap nem... szól, amikor már itt van. Igen. Gratulálok neki. Csoda gyerek. Talon csoda közben. Csoda SS gyerek. Talon közben az utolsó tiltás a Splice részéről. Választás pedig Tabshez jön méghozzá Jin. Így valószínűleg az alsősvény páros meg is van, ha csak nem jön középre Lulu. Egyébként az vicces lenne. Régen láttunk már Lulu közepet. Lövész Ezreal-nél. És egy Ari érkezik Zenkaxhoz. Így akkor bizony, ez Fizz, ez top. Fizz. És simán lehet full AD és tanki AD Fizz. A régi módi Csasi által is játszott AD Fizz, ugye háromság hatalmával kiegészülve. És totál tankosságban szerepeltetve. Mókás kompozíció. A olyan splice-os, olyan csinosan összerakott és átértékelt, és Oriannek nagy taps, hogy mert még ezzel szemben tiltani ezért középső ösvényre is, ahogy illik. 12. karaktere egyébként Wundernek, azért ez egy nagyon-nagyon szép szám, tehát a hős bázisával konkrétan nem lehet baj. És Pierce, légy szíves, hagyd nézzek még információkat.
amikor ugye van egy touchpad és egy egér is egy géphez kötve, az néha nehéz. Széthúztuk a lehetőség tárazát. Egy sportszerű készfogás. És akkor még egyszer a csapatfelállás lesz majd tekinthető a képernyőm. Fizz Gragas, Kazik Szrengár, Ari LeBlanc, középsősvény, Ezri Jean Lewis párbaj. És jó alapokkal jövünk a mai második meccsen, mert pont Jean is majd Ezri lett válaszva a Giants és Lewis-től, és ugye jobban működött Ezri, mint Jean. Ez csak egy betekintés, persze a trash és lulu játékán fog nagyon sok minden múlni. Ugye az agresszív játék trash-től, ez tök szép és jó lesz, és jól alakulhat neki majd a játék középső szakaszában, az első bóklászásoknál meg aztán főleg, de ösvényen nem biztos, hogy annyira jól fog tudni Miki és Kobi párosan működni, mint mondjuk egy Lulu és Jean, ugye ahol a védelem a fő momentum. Valaki ordít? Igen, én is azt hallgattam, hogy mintha valaki sikított volna. Első mérkőzés. Sprice kék oldal, Orien vörös oldalon. Az Orien eddig 100%-os arányban vesztett meccseket. Mindenképpen van mit alakítani. Valahol a szívem végén, ahogy mondtam már az előbb is, szeretném az Orien megtalálná saját magát. De ha ez eddig nem volt elég két hónap, akkor valószínűleg nem most fog megtörténni. De azért. Játszott az elmúlt hetekben, napokban Wunder solo Q-ban Fizzt. Hát kétszer veszed, egyszer nyert, hogy nézem. Igen, de nem egy olyan választás, hogy teljesen meglepő legyen. Az építkezése alapján igen, pedig full AP tankosít, de azért AP-ra mindenképpen AP-ra építési. Hát mondjuk itt azért a protoéve azért ezt tankosítnak, hát, ható, vagy az legalább. Az inkább logisztikai tárgyalásra a protoéve, mint hogy tankosság, ad egy kis életerőt, hát bum. Tehát... De amikor romlás italás Fizz van nála, ezért valószínűleg protoöv, pecsétgyűrű és akár még mondjuk a viccend is jöhet hozzá. Most viccelsz? Halál. Saturius élvezi a játékot egyébként, tehát itt. Fiúk. Hát új hús az Orihennél vágod, Sinkroft, tehát ja, ez a beavatás. Beavatás, pontosan. Mondjuk azért Gragasztól egy beavatást nem biztos, hogy kérnék. Főleg ezzel a hős kinézettel. Durva lehet. Sinkroft közben megkapja a segítséget, és el is hozza az egész tábort. Megindulhat majd a dzsungelben Rengár. Ezzel a hőssel még nem játszott Sinkroft, mármint az LCS-ben. Kicsi a rakás pedig megmutatta Sartorius, hogy igen, ez így van. Már egy farmat elbukott Sartorius, és ugye ötöt kéne valahogy mélyre szednie, amihez már ugye a toronyhoz nem fog, hogy hozzá elérni a minion hullám, így van esélye ezeket begyűjtenie. De jobb belecsapott a lecsóba az elején már Wunder. Fel van adva a lecke Sartorius számára. És végképp pedig meg kicsit a sebzés megkapja Tabs Peke párosától. Látott ennek azt, hogy egy Lulu... Pajzs speed mit jelent, ugye, a gyorsított lövésznek a mozgásában és ugye helyezkedésében mennyire jól tud működni Lulu támogató játékos. Plusz még a vadon szava is védelmezi valahol bármely játékos, aki Sinkroff pedig ugye villani kényszerült, Flashy pedig beragad, csak ezért nem villan utána. Megmenekül Rengár, de Flashy szintén belecsap és rácsap az új húsa. Jól csábít a Senkax-tól néhánra. Nem hal bele persze a sebzésbe, de azért megkínálta mindenképpen. Mana igényes persze ez a produkció áritól, de azért van bőven még miből táplálkozni neki is. Oj! Funder! Merész, de ki tud ugrani egyébként. A torony alól még hozzá a pálca ugrásnak köszönhetően. Kicsit erőszakosabb volt a kelleténél, de nyugodtan megteheti ezt. Ha tárgyválasztásokban nem is, de azért az idéző képességben mindenképpen tankosít valamilyen szinten Wunder, és halhatatlanok szorításával érkezett a felső ösvényre. Arról pedig még nem is nagyon beszéltünk, hogy Nejun elhozott egy LeBlancot a középső ösvényre, így Ariel LeBlanc párosítás nézetünk, még mindketten égetéssel rendelkeznek, miközben Senkaxnak fogy veszettül a manája. Nagyon kevés. Most jelen esetben ez. De hazamegy, vásárol mindkét játékos. Mint ahogy egyébként az alsó ösvény párosítás is. Az Orihennek eddig kettő darab győztes
hát mérkőzése van, de BO3-as szériát ugye még nem tudott hozni. 2 a 20 ellenében, 20 másik mérkőzést veszítettek el. Azért talán ez az igazán fájdalmas dolog. Giants ellen tudtak elhozni egy mérkőzést. Ugye emlékszünk arra az igazán hosszú 78 perces meccsre. Hogy ne emlékeznénk rá, Buc? Mindenki emlékszik arra, pontosan, illetve ugye a Rocket ellen tudtak. Tehát ezt a két csapatot tudta valahogy legalább egy kicsit megállítani az Orihan, miközben Miki, Trashy és Senkax. Oho, és jöhet Miki szépen, néhány pedig odalépett volna a nyúzás. Kicsit későn jött ki, de néhány sem tervezte, sokáig Ári mellett szeretne maradni. Synchroff és Peke kettőse jön, Trashy a célpont, ugrik. Azt már én is. Majdnem talált, és jön Synchroff még lassítani, kicsikét Mikit is jön hátul, Peke sebezni még pluszban. A kulcsmester így is lecsap, de persze begyilkosság még azért nincsen. Doboz használat közben ugye jön Trashy-től. Oda-vissza csapkod a két jungles azért egymásra, dobálja a finomságait szépen ki. A Trashy-re még azért nem kellett villani, a Wunder szépen támadja Sartorius, jó. A dodge ugye attól a bizonyos hordótól, de megsebzi bőven. Jujj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 uj
előtt, hogy most mi történik. Vett három gyűrűt rögtön is. Engem már... Mondjuk a három gyűrűvel állni fogja a sarat az esvényen, de... Igen. De, maximum. De csak annyi. De ugyanúgy el fog vele majd játszogatni, ahogy illik, aki majd, hogyha hatos szintű, hazamegy, és fisétálhat majd újra. Hát Wunder első gyilkosság, természetesen pedig jó halálos ítélet a nyúzás szintén. Kobi kivirágoztatva, Peke pedig köpköd folyton, visszább kell lépni térugrással. Természetesen azért van még sütélye, még kettő van ezen kívül, tehát van még miből visszatölteni az életerejét, de az 54-39 farm arány különbözete azért, az elég sokat dob a Splice alsősény párosának előny, helyzeti előnyén. És ugye amíg az istenő könycsebjének a jelzői gyűjtegeti Kobi, addig pedig kis picin kardokkal halad Tebz a céljai felé. Valószínűleg az első a szellemkar lesz majd egyszer, ha lesz rá elég Lovetta, néhány és Senkhax. Szép a csere mindkét oldalra van körülbelül. Halálos ítélet Pekére. Ugye nincs, mert még hatos, így nincs vadon szava. Jó, az a bizonyos lámpásból eredő pajzs, amit Miki ad Kobinak. Így nem kellett elgyógyítania. De szépen halad azért Tebz is Peke, függetlenül a farm hátrának köszönhetően. Még azért van mibe belerúgnia a Tebz Pekének, főleg labdába. Abszolút. És azért azt ki kell emelni az Orihennél, hogy Pekék az alsősvényt általában a meccsek nagyobb részénél meg tudják nyerni. Az early game-et, a korai játék szakaszt. Viszont utána, amikor felborul már az ösvényfázis, nincsenek már úgy ösvények, bóklászni kell, plusz ugye vardolni, tehát azért az pont Pekének egy olyan, mint támogató játékos, egy olyan kötelessége, ami mindenképpen fontos. Tehát amikor ez történik, akkor viszont nagyon sokszor tudják elkapni őt. És Peke egyébként Luluval volt kifejezetten jó és ügyes az elmúlt mérkőzéseken. Ez nagyon, imádom ezeket a hangokat. Igen, és így a kis nyers úti cibája cinkraf kb. Az a képuglibe egy ilyen ugráló fesztivál után néhány megint csak szeretne ravasz húzni, jó a sebzés. Senkhax kevésbé tud válaszolni. Egy ilyen ugrás után lehetne majd egyszer egy kirabbanó árét látni, ugye egy jó csábítással, égetéssel, már veszélyes néhánynak az élete, veszélyben van. Igen. Emiatt, igen, messzire néhány, de nem kellett villannia, mégis jössz! Cinkraf! Szevasz, Senkhax. Mizuka, villani is kellett neki, Wunderre jó éppességet, mert kezdeményez is, az pedig hova megy Kobi? Hey! Kobi! És én majdnem föntre is elmentem, ha még megöli Sartorius-t is, hát az nem tudom milyen best of lett volna.
Azt tuti, a félbe ment volna bele, mármint hogy az Orihen félbe a végén. Ez a hipermultifunkcionális Kobe végső képesség két embertől két ösvényen. Mire neked jungles, ha van Kobe-d? Halál négy tussája, felvonása, pekelé vissza, Kobe pedig meg fog menekülni. Valószínűleg túlsó sebzés sem kell megennie, jó aláhasít, lesz szinkrof, pedig már tovább nem tud menni. Miki ezt így megúszta. Tintirintintin. Hát az Blyze elhozta egy gyilkosságokat rögtön, arany előnyre is tesz szert, köszönhető a felső ösvénynek, az alsó ösvénynek, illetve a középső ösvénynek a farm előnye. Erre most legalább az Orihen válaszol egy célponttal, ami nem más, mint egy óceán sárkány a játék első sárkánya, viszonylag korán hozzá kell itt a 10. percben. Így elég sok sárkány érkezhet, a második pedig egy felhő sárkány lesz. Néjun ezt egy kicsit benézte. Maradjunk annyiban. Hát ott volt a lehetősége akár egy villanásra is, de természetesen hát én úgy gondolom, hogy azért az talán luxus lett volna. Kérdés, hogy például az elfedése nem volt-e valahol töltési időn. Wunder pedig, nézzük, hogy hogyan játszott. Igen, az egy pont... Ezt akartam mondani, hogy amiket a solo queue-ben játszott Fizz, ugye azok full alpések voltak, és általában a felső ösvényen játszotta őket a teleport használat miatt. Viszont itt kapásban egy 3-sek hatalmára fog kezdeni, szóval egyik tárgyválasztása sem az, amit a solo queue-ban játszott. 4 napja volt legutolsó Fizz játéka, abban sem volt, semmilyen módon sem ugye 3-sek hatalma. Már pedig azt fog elkészülni, ez majdnem hócihérre. Sőt, biztos. Más nem level. Ott van a szóval, tőr már. Tehát, szóval inkább a fizikai sebzésre rendelkező Fizz lesz ebből majd. Kis tankossága felruháza, meg persze egy pici nyapéval. Ilyen jó kis hibrid Fizz. Ami abszolút be is jöhet, miközben az első toronyra mozdul ki. A Splice köszönhetően annak, hogy Peke és Tabs ösvényt váltottak. Nincs meg az első torony Mikinek, egy kis torony sebzést is megeszik. Itt van Syncroft is. Büntetni szeretnék Wundert. 3 emberrel érkezik majd torony dönteni az Orihen, de kérdés az, hogy meg tudja védeni. Vagy halacska az jó egy darabig arra, hogy szedje a minionokat. Az első torony egyértelműen a Splice-nál lesz meg. Kérdés, meddig mennek a Splice? Így van, Yamato Kanon a mesterük. Ez látszódik. Ha nincs itt senki, mindenki fönn van. T2-es torony a célpont, amire... Hát egyszer valamikor ott lesz majd Gragas, az a Sartorius. De 3 emberre szemben szerintem sokan nem fogod csinálni sehogy semmi. Syncroft mire hazamegy, mire lejön, hát ez sok idő. Nagyon sok idő. Ez minimum egy fél életerő. Igen. Talán a toronyból, bár elfogyott pontosan a minion. Pedig még ők, a srácok is próbálták tankolni a tornyot, Miki is. Utána még egy kicsit Kobe. De Sartorius jól kezelte karakterét, így viszont nincsen. 2-es szintű torony. Néjunnak kell farm hátrányban a középső ösvényen játszania. Most lépi meg a 10-es szintet, tehát legalább szint egyező is van a két játékos között. Hát a hívás most az Orihen részéről nem volt jó. Mármint az ösvénycserés hívás. Nem tudták kihasználni azt, hogy ők hozzák el hamarabb a tornyot, sőt a tornyot se tudták elhozni. Köszönhető ugye annak, hogy látták, hogy Yamato Kanon csapata, a Splice megindul az alsó ösvényen, és próbálja forszolni azt a 2-es szintű tornyot. Triforszolni. Felhő sárkány fog majd egyszerre születni a jungle odujában. Az a kérdés, hogy Syncroft meddig mehet, büntet, lelül ugye előrébe, kivirágzás talál, jó, ahonnan szava Wunder, viszont nem fog megállni, ki is, ha már fáraszva, és... Wunder nyugodtan mehet tovább, és meg is, ha még Peke Wunder kivillan is túléli. Ez egy szép játék, a Splice-tól. 2-0-ás csere. Azt nem mondom, hogy könnyű csere volt, mert Wunder majdnem ott maradt. Igen, csak ugye majdnem van a hangsúly, hogy ő túlélte, ezzel 2-0-2-es, Sartorius viszont jön a teleport. Miki pedig beledobva a buliba rendesen, Miki el tud villani, és megmenekül. Ez pedig Wundernek egy egyszerű befejezés kell, hogy legyen, meg is van Sartorius. 6-1, és már most 4,5 ezer aranyelőről beszélünk a Splice-nak. 14 percnél.
Wunder megetetve, 30 farm előnye legalább van Sartoriusszal, a csábítás a klónra talál. Ebből is kisétel éppenséggel itt Senkax. Még egy torony, meglódul a Splice, most már több mint 5500 arany előny. Visszajátszás, mi is történik, Syncroft érkezne, de nincs rálátása az érkező Trashy, illetve Wunder párosára. Megvan a cápa, és még kijön Lulu végső képessége, de hát nem lehet két ilyen orvgyilkos, mert azért Fizz is valahol orvgyilkos megállítani. Jött még biztosításként Kobinak végzetes hulláma, ami ezen a mérkőzésen már egyszer nagyon végzetes volt, viszont a felsős ilyen Sartorius megint csak a rálátás hiányában nem tudta, hogy Wunder Fizz-e fel fog tudni teleportálni. Így viszont ő került csávába. Ajjaj. Hop-hop, kis halacska. Hát igen. Halacska, a semmi, mert néhány kapásra lép is oda-vissza még segíteni. Torronyért jön a Splice. Zónázó Fizz ulti. És nincs még Ragaz végső képessége, mert igazán lehetne kezdeményezni. Syncroft pedig ugye nem volt a beugrás határán sem. Megint egy külső toronnyal van beljebb a Splice, ami nagyon fontos. A játék középső szakaszában való pálya uralmat tekintve. Az őrszem háló még annyira azért nincsen bomba biztosan kiépítve, de a Splice-nek van már mélységi őrszeme. Az Orion északi jungle-ében nem is egy, hanem kettő, sőt három is van. Már csak kettő. Míg az Oriennek egy darab őrszem van, ami jó indulata, persze már a pálya másik felé van, de sokat nem mutat a Splice mozgásából. Nem úgy, mint Néjunt le lehet pontosan buktatni. Teljes mértékben, igen. Senkax így egy kéket szeretne szerezni magának, és azzal, hogy itt van Miki, akár még tudják biztosítani is maguknak. Megint Wunderre jön az áldás. Aki itt marad, mert itt van Trashy vele. És ajjaj. Még Kobi is jön szépen lassan. Ebből sem lesz még elsőre torony, és valamikor még Miki is ide fog érni. 3v4. Wunderbe megy Pekére. Peke lép vissza. Kiment a vadon szabad. Syncroft következő célpont. Wunder pedig mehet tovább, és Trashy túléli. Ki tud ugrani a Gragas végső képesség után. Kivirágzás mellé Wunder szépen lép odébb. Miki néhány találkozó. Wunder szépen jöhetne halálné felvonás. Mikinek meg kell halnia. Hát azért már érett neki nagyon ez a halál. Jó, persze, előbb is túlélte a semmit kb. És utolsó esély. Az utolsó esély pontosan, amit te is említettél Wunderhez majd. Megvan az első tornya az Orihennek, reagál. Viszont ezzel szemben három van a Splice-nak még mindig előnyben. Aja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 j. Viszlát, égete van néhány. Senkax, ami villanása is van, de... Oj, de csáj, de... Megunta. Senkax! Olyan tényleg szinten megunta már néhány szórakoztatását. Hova mész, Miki, ne csinálj! Állj már meg! Ad, Isten nyilát már! Oda villant, az befejezte. Üle egyes. Már nagyon régóta szerette volna néhány valahogy megállítani Senkax. Ez most is sikerült. Hiába aknázták széjjel a bajnok választásnál a Splice középső ösvényes választásának lehetőségeit. Azért... Hú. Az utolsó Fizz választás az EU LCS-ben tavaly, 6. hét. Igen, nem vértőröltük ennyire Senkax Fizz választásának, ami végül a Wunderhez jött. Igen. Szép. Szép. Sárkány, gyilkosság után sárkány. Ennyi, nem kell több. Visszajátszás pedig, Néjum fél életerén kezdi meg ezt a csatát. Senkax így vérszemet kap, mehet is rögtön az égetés, majd utána visszaugrik Néján. De hát a villanás is kevés, főleg, hogy utána a csábítást talál. Vége. Elegáns alaptámadással a végén kifejeli és kivégzi néhánt Senkax. A mélység jogar most nem volt elég arra, hogy túlélse néhány még egy pár darab ilyen ugrálgatását Senkax-a szemben ugye pályán. Az állás 7-2 is. Túl sok minden nem változott, ugyanúgy megvan kb. Az 5000-es arany előnye a Splice-nak. Külső torna döntése után még a T2-es törökig nem volt idejük felépíteni megfelelő támadást. Barannal sor egy bő egy perc mellett fog születni, és valamikor óceán sárkány is lesz majd. Talán addig lehet, hogy még túl nagy csapatharcok nem is biztos, hogy fognak majd történni, mert itt már csak az értékre fog kilépni a Splice, de ha már érték, Kha'Zix hírnök. Tudjuk milyen nagyon jó neki. Wundernek is jó lehet, de talán inkább Trashy-nek adnám oda, ha már hírnök. És ugye mikor hozzák el a hírnököt nagyobb a százalékban a LCS csapatok? Akban az esetben, hogyha maximális
Map kontrolljuk van. Wunder, oh. Wunder kapja meg. Maximális map kontrolljuk van. Övék. A makrójáték három toronnyal, ennyi arany előnnyel pedig ezt nyugodtan megteheti. A Splice, közben Sartorius érkezik az alsó ösvényre. Van mindkét topposnak teleportja, és nem biztos ám egyébként ez az utolsó esély, mert a nullvarás köpönyekből inkább cipőt fejlesztett higanylépteket Wunder, és a kis kardból pedig akár még így letaszított király kardja is lehet. Széjjel taszajtott király. Folyamatosan taszajtják szegény. Ide le, meg föl. A letaszított meg a taszajtott, az nem biztos ugyanaz. Jó van, ne. Letaszították szegényként. Ami ugye átalakításon nem át... Na, ez most nagyon rossz mondat volt. Tehát, ami átalakításon ment át, és a támadási sebesség ugyan nem olyan nagy, viszont a sebzés, meg az életlopás, na az komoly. Komoly erősítést kapott magára. Hát a sebzés az nem is csoda, hogy így konkrétan mindenki torony magasan ver Wunder ezekkel a gyilkosságokkal. 9000, az ott van. Miközben Mickey és Kobi azért szépen járja az ellenfél jungle-ét. Ugye ezt mondogattuk, hogy ezek az őrszemi játőrök köszönhetően talán ügyeli a jungle-t, a Splice. Synchro indul, megtresi a célpont, Dresi ugrik. És talán ennyiben kiismerül ez a kezdeményezés, így Rengar ulti ment ki, úgymond csúnyán mondva, de a semmibe. És akkor ezek után a kérdés az, hogy hol tud összeállni az Orion, és milyen típusú kezdeményezést tud indítani, ha már nézd egy Rengar ulti ilyenre ment ki. Fizz, háromság hatalmas Fizz. Minimális életelén a torr. És tudom, legrosszabb, ha ki is jön rá egy robbanékony hordó, és? Bármi Trickster, hello. Eléggé trükkös Wunder, illetve az ő karaktere. Védekezésre van kényszerítve az Orihen a játék 22. percében. A harmadik sárkány pedig szintén óceán lesz, amit az elsőt ugye elhozott az Orihen, így nekik van bónusz regenerációjuk. Erre viszont a Splice-nak lehet pozicionálisan jobb előnye, köszönhetően annak, hogy tornyokat hoznak el, illetve hogyha Wunder bedönti az alsó ösvény 2. szintű tornyát, kvázi ingyen célpont lehet a Splice-nak. Ez a sárkány. Wunder pedig kivár. Gyereki Sartorius, és hagyja gyerek meg. És még az a szerencsé, hogy nem csogattal játszik. Akkor aztán vége lenne itt a dallag elég hamar. Örszempucolás fázisa jön a játékban. Ugyanis jól látjuk már egy ideje, hogy a Splice tényleg bevette az ellenfél jungle-ét. Mind rálátásban, mind pedig úgymond teljes irányításban. Tehát nem véletlenül indul a Synchrof Rengar ulti a saját jungle-éből, a saját jungle-ébe. Ugyanis ott van most felpillanat a buli. És a hepaj, nem pedig máshol. Ez pedig azért majd valahol egy... Majd tudom, minden ösvény egyébként most kivétel a felsőt. Ezek a tornyok már éppen csak úgy állnak. Megint Synchrof, most halálnék felvonása együtt, Kobinak kéne kijebb jönnie. Meg is történik, inkább el is villan. Wunder pedig jön föntről szépen, Mickey benne a buliban. Ő a doboz még elhasználja, de meg fog halni, jön Sartoriusra. A teljes áldás. És ő is meghal végül, Senkák. Jój, Senkák takarít. Pedig be tovább, Synchrofra már. Csábítás oppénysége mellé, néhára még lehet válaszolni. Vörös is még pluszan megvan a Splice-nál. Mindent elvesz, amit lát a Splice. Tessék pedig ugye a minionokra érkezik, még be Wunder pedig mehet lassan tovább. Mégiscsak egy utolsó esélyes vízről beszélünk rá. Sok sebzéssel néhány nem tud produkálni, és Wunder megunta a banánt. Tebznek gyógyítania kell, hogy Néjun túlélje. Kettes színű tornyot közben elhozza a Splice. Mindez az Orihen kezdeményezéséből indult, ez az egész csapatharc. De nagyon gyorsan is nagyon jól reagált a Splice, Wunder szintén teleportált hasonlóan Sartoriushoz. Most komolyan azt a Fizzt akarjuk lekövetni, szegénykék. Hát Fizz el fog onnan jönni, utolsó esély helyett letaszított királykardját vásárolt magának. Wunder! Visszajátszás, 4 felvonás plusz teleport. Sartoriusnak rögtön ki kell jönnie. Jó a két emberes kicsi alakás plusz
hordó plusz feldobás Pekétől, de egy gyilkosságra elég csupán ez az egész. Míg nagyon kevés életerővel jönnek ki a srácok, Szinkroff, hogyha betalál az a csábítás, jóformán akkor ez egy 3-1-es csere lett volna, viszont az Orihennek még öröm se az ürömben, tehát még ezt se tudom mondani, hogy legalább elhozták Mikit, mert nem, tehát hogy így... Amikor egy ilyen Miki így hal meg teljes fókuszban, de még a doboza kijön, az nagyon sokat segít, ugye abban, hogy mindenki tisztesen ott tudjon érni a gyilkosságra. Lásd, ilyen Wunder nagyon későn kezdett teleportálni, és mégis röhögve odaért, mert ott állt négyen egy helyben lassít a Mikinek köszönhetően az Orihen gárdája. Néhány próbált volna beköszönteni, aztán visszább is lépni. A Wunder pedig megint csak ugye 3-0-4-es fizzel, ami csak neki jól esik, azt tehet meg. Majdnem 9000, sőt, több mint 9000 már az arany előnye a Splice-nak. És Peke kapott egy kis sebzést, vágott, kicsit oda piszkált a Splice két játékosa is, fél életerőn rögtön Lulu, miközben Wunder nem érdekli, hogy nincsen már minionja, mert Sartorius elhasználta a robbanékony hordót, hogy kilökje a minionokat, egyrészt sebezés, kilökje a minionokat a torony alól, így is fél életerőre csökkentette Wunder egymaga azt a tornyot. Trashy átalakítva, de rögtön vissza is alakul, és nem talált Tabsnek a lekötése. Szomorú hír. Na most Wundert lehet-e büntetni? Ojjaj, Peke, Trashy, Peke, a toboz. Azért, hogy próbálkozott, Jézus atya úristen, Wunder! Sartorius pedig a visszább kell lépni. Kicsi a lakás, Wunder ezt még szerintem nem fogja ennyiben hagyni. Van még egy Trickster is, kifele jövet. Villanás, Wunder 2-1-es szituációt lehozott úgy, Szinkroff rengárja, megnyúzva, de még mehet nyugodtan tovább, befelé úrni már nem fog tudni, négyen ölik meg Szinkroffot, de lassítja a balonosor szedését. Nézd meg, néhünk visszajön, ez szenzációs. Ki tudja, hogy meddig. Tedd el, Pierce. A viccesbe, bam! Ez tényleg tedd el a viccesbe, Pierce, hát ez... Wunder egyszerűen... Ez nem lehet, de most komolyan... A 2v1-es szituációban Wunder meg tudta őket verni, akkor utána visszamegyek még egy pofonért. Az atyai pofon mindig jó. Csak abban az esetben, ha tanulsz belőle. Hát tanult belőle. Hát de nem tanult belőle, mert igen. Visszament. Hát de most már igen. Na mindegy, hát néhány, én már alig 1-3-as LeBlanc-kal tanúsítja a középső esélyen való közreműködéseket, amíg egy Szenkekszel szemben emlékszem, milyen párbőkat vívtak, tök jókat! De Wunder már a másik dimenzió. 4-0-4-es víz, full kretén választásokkal, nézd meg azokat a tárgyakat! Mert valamennyi AP szorzója is van neki, valamennyi sebez mágiából is. Mert most lett erősítve például a kúja. Wunder nagyon erős ezzel a vízzel most. És milyen konkrét erős tankja. Igen. Persze. 61. Szerintem ezt azt írták ki. Nem, ezek a pekefanok. Az is lehet. A kislányok. Igen. Vagy inkább zsilletfanok. Akinek ha tetszik, hogy Pekének nincsen arcszűre. Igen. Hoppá. Ja. Szomorú. Nagyon szomorú a helyzet az Orihen részére. Azért Wunder is abszolút tisztában volt azzal, melyik a néhány klón és melyik nem a néhány klón. Jött vele szembe a klón és így kiröhögte, és így abszolút nem foglalkozott vele. Sárkány, Baron, 12.400 aranyelő minden a Splice-nál, nagyon domináns játékot képvisel most a Splice. Yamato Kanon ugye mindig is jó munkát végzett, mégiscsak a világbajnokságra kijutó Splice-ról beszélünk. Na, most jó helyre jön Sartorius, most minden adott a jó csapat harcra, Kobi pedig meg lett menekítve robbanékony hordóval. Ennyi volt, és két nagyon fontos ultia ment ki az Orihennek. Ez talán a meccs végét is jelenteni majd szépen lassan. Inhibitort fog dönteni a Splice. Kérdés, hogy a Baronnal meghúzzák-e a Nexus tornyaira is ezt a rohamot? Vagy nem? Wunder? Hát azért nem. Nem úgy értem, hogy Wunder 1v5. Easy.
Nagyon azért persze nem így van ez pontosan. Néhány lekötözi Wundert. Mellé a alacska. Wunderi mehet nyugodtan haza, már bosszúból is. A felsősén jön jó pár minion. Wunder elmehet kitakarítani, majd teleportal jöhet vissza. Mínusz két inhibitor az Orihennek. És most van baj, van igazán az Orihen. Innentől kezdve a kiút az nagyon, nagyon döcögős. Ha egyáltalán van kiút. Láttam már Fnaticet egy ilyen helyzetből megnyerni egy meccset, mert négy az támadást négyszer vitték ki. Az a Fnatic volt, és ez a régi Fnatic volt. És most komolyan ne hasonlítsuk össze egy Orihent. Egy hete. A Fnatic újra gondolok. Ja, hogy azt? Kivéték az első meccset, ebből a meccsből jöttek vissza egy ilyen patrányokban. Ja, tényleg. Még a régire emlékszem, mármint arra az, is az emlékszem. Az megint más. Ha az early game-et megnyerti, akkor általában utána buktam. Csak egy Fnatic, tehát most azért most viccen kívül ne hasonlítsuk össze a Fnaticet egy Orihennel. Látszik az Orihen játékán most az a temérdek mennyiségű hiba. Ja persze, hiba. Persze, de azt mondom, hogy itt azért van még arra ráció, hogy négy támadást ki lehessen védeni. De amikor a legkomfortosabb kedves vagy, Pirsz, támadás kezdi így. El az Orihen, csak pártatlan. Ha az Orihen ilyen kellemes pozícióból kezd, mint halál négy felvonás, és szemből Gragas zárja be a szendvicset, és ha azt nem tudja kihasználni jól, akkor persze nehéz ezt négy támadást kivédeni. Synchroff. Megáll. Halál négy felvonás, gól. Miki és Peke, Vadonszal még éppességet túlni, Synchroff pedig leporlat, Kobi pedig hátul még nyugodtan bírja, Mekka, Tebs, Peke, Sartorius. És néhán még ugrálhat, és Senkax a célpontja. Néhán. Egyrészt kvadrázik Wunder, másrészt pedig Senkax, csak nem sikerült megölnie néhánnak. Pedig a vérszem ott volt, de hölgyeim és uraim. Egyrészt nincs ki védekezzen. Már rég mínusz két inhibitor van, ott van legalább 150 minion, hanem 5000, és a Splice nevetgélve látok az arcokat, mosolyogva, és abszolút hát nem kifárasztva. Sőt. Hanem egy könnyed játékkal hozza az első mérkőzését az Orihennel szemben. Megérdemeltem. No. Akkor igazából én nem feltétlenül a meccsről szeretnék beszélni, hanem inkább arról, hogy becsatlakozik a négyszeres gyilkosságok sorába ezzel Wunder. Kinek van még négyszeres gyilkossága? Svennek van kettő, Kábosárnak egy, Reklesznek egy, Betsynek egy, meg Jokónak is. Most már ide jöhet egyébként Wunder is. Ugye nincsen még Penta az EULCS-ben. Az csak. Észak-Amerikában már kettő is volt. Meg persze, tehát hogy más régiókban természetesen van. Most őszintén mondva, vagy megmondva, hát nem tudom. Nem tudom, hogy az Orihen mit tud változtatni, vagy min lehetne változtatni. Megvolt a kombó, amit te is mondtál. Megvan a lehetőség a kombóra, hogy ott van a robbanékony hordó, a négy felvonás, az érkező cica. Csak az érkező cicára olyan rögtön két válasz volt, egy thrash például, aki azt mondja, hogy jössz cica, nem jössz cica. Vagy bármi olyan dolog, hogy nem tudom, hogy mit lehetne az Orihennél változtatni. Most lehet, hogy nagyon csúnya leszek, és nagyon-nagyon csúnyát mondok, de még az is jobb lenne, hogyha Orihen most azt mondaná, hogy én nem akarom lejátszani az összes többi mérkőzésemet. Rögtön menjünk a promotionalba, és akkor legalább arra készüljünk föl jól. Mert ez szenvedés számukra, és nagyon sajnálom az Oriheneseket, mert szerintem ők is érzik, és ők is tudják azt, mármint a játékosokat, hogy ez most nagyon nem megy. Nem tudom, tehát, hogy nagyon sok hibával játszanak, nem megy a kommunikáció, nincs meg az összhang Ezreal-re. Persze, őt akarta bedobni szegény Sartorius a robbanékony hordóval, de hát Ezreal térugrik, vagy villan egyet, hogyha a legrosszabb esetben, és már is a hordó másik oldalán van, és még ki is lökte ezzel a négy felvonásból. Tehát ezek a hibák sajnos egy LCS mérkőzésen, egy LCS keretein belül nem férnek bele. És nem így indultunk neki ennek az évnek. Mármint úgy értem, hogy az Orihen számára új felállás, új emberek, elmentek a régi nagynevek. Nézzük, mi van a frissekkel, mi van az újoncokkal.
Jöjjenek a visszajátszások, de ez már jóformán csak az Oriennek a megalázása. Tehát, hogy az, amit Wunder ezzel a Fizzel művelt, tehát az szenzációs volt. Ez egy olyan pocket pick volt tőle, illetve az egész Splice-tól, hogy mint hogyha az Orihan megzavarodott volna, hogy Fizz, mi ez? Nem ár. Erre nem készültünk, erről nem volt szó. És itt van, Néjúnak a pofonja. Tehát, hogy így... Ezt egyszerűen nem. Jó, ezt mondjuk én sem értem, amit Néhó most itt csinált. És ahogy csinált egy LeBlanc-kal, ugye amikor a gyengített LeBlanc-ot behozta XI speciálot, azért meg volt minden ilyen ijed, hogy úristen, most akkor ezzel LeBlanc-a mi lesz? Jól produkált, nem volt vele probléma. Viszont amikor most egy néhány látunk LeBlanc-ozni, és van 10 000 sebzése, ezt a képet mutassuk meg. Szóval... 19 000 Wunder, és konkrétan mindenkinek több sebzése volt, ha még össze is adnánk szépen a számokat. Persze nem igaz, de annyira kiemelkedő a Wunder de jelenléte a meccsen, hogy ez valami elbebeteg dolog. De az a durva, hogy két orvgyilkost lesebzett. Tehát lesebzi az Ári robbantást, meg a Kazix robbantást. Igazából többet sebzett Fizz, mint az ellenfél LeBlanc és Jin együtt összesen. Igen. Tehát ez így... Sőt. Ámen. Sőt. Ámen. Oda még úgy majd, hogy nem bele lehetne tenni még a Rengárt is. Igen. Tehát... Mindenki meg szeretnék hallgatni, mit mond kint a külföldi elemző asztal erről a meccsről, mert ilyenkor most kicsit nehezebb erről beszélni. Lödek vegye vissza. Sajnáljuk. Egy vegye vissza a kacsás nyakkendőjét, mert az kell. Ez így nem. De hogyha rápillantunk, csak egy... Tényleg. Most igen, nézd meg Peke arcára Peke, is. Mindegy, abszolút nem. Tehát mintha gyászolna az Orien egy induló csapatot, egy induló erőt, egy ébredő erőt, egy új képjet be, hogy az LCS-be, és ahogy te is mondod, kicsit egy drasztikus fogalmazás már, de tényleg egy, hát fiatalan, de megvénült csapatról beszélünk, és még az is lehet, hogy teljesen el fog tűnni mondjuk a körforgásból. Meglátjuk egy gyors szünetre, mi elmondjuk, aztán pedig, hogy Orihan Splice Mesh jön majd megint csak, utána pedig Észak-Amerika, nem sokára jövünk vissza, addig is sziasztok!